Üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, és jön egy videó videózásról, kérem szépen. Tippeket fogtok hallani, hogy én mivel rögzítek videót és hangot. Programokról fogunk beszélni, továbbá Sony Vegas Pro-ról fogunk beszélni. Az Afterburn most kimarad, mert, bocsánat, az After Effects most kimarad, mert most rohadtul nincs kedvem vele dolgozni és foglalkozni. Na most, jöjjenek a különböző programjaim, amivel én dolgozom. Hangrögzítésre ingyenes program, itt láthatjátok, kérem szépen, Cat MP3 Recorder, beírjátok Google-ben, letöltitek, tök ingyenes, hasznos, kis, tökéletesen rögzítő program. Szóval, következő, amivel ezt rögzítem, az asztalt, kérem szépen, azaz ez vid Video Recorder, full ingyenes, kérem szépen. Van benne egy beépített videókezelő is, ami elég hasznos. Továbbá, amit látjátok, itt oldalt kiírja, hogy mennyi idő marad hátra a rögzítésből. Azért írja ezt, mert felméri, hogy mennyi tárhelyed van, és annak alapján kiszámolja, hogy mennyit tudsz rögzíteni. Na most. Ennyi lett volna tulajdonképpen, ami az asztal, illetve a hang rögzítésére alkalmas. Jöjjenek most játék rögzítésére alkalmas programok. Nagyjából kettő volt, amivel én találkoztam eddigi pályafutásom alatt, és hasznosnak bizonyult. Az elsővel kezdeném, az pedig az MSI Afterburn. Hagyok egy linket letöltésre a leírásban. Kérem szépen, MSI Afterburn az a program, ami legkevésbé terhelte eddig, kihangsúlyozom eddig, tehát eddig a legkevésbé terhelte a videókártyát, legalábbis nálam. A Battlefield 3 videókat előszeretettel rögzítettem ezzel, mert egyszerűen nem volt FPS csökkenésem, továbbá nagyon-nagyon hasznos kis beállítási lehetnek, mint például felturbózhatjuk a PC-t, és hogy csak hogy jobban teljesítményt érjen el, és ne akadozzon rögzítés közben. És stb. Én ezt a programot ajánlom mindazoknak, akiknek a videokártyája egy kicsit gyengébb, és vagy nem támogatja az Nvidia Shadowplay-t, ezeknek mindenképp ajánlom, ezt lehet letölteni gyakorlatilag. Szóval, mint mondtam, jó program, szép képet rögzít, kevés tárhelyjel, viszonylag kevés tárhelyjel, úgyhogy jó. Ez a program jó, ez kevésbé terhel, ezt tudom ajánlani. Szóval itt, mint látjátok, XP-től kezdve Windows 7 3264 biten működik, de szerintem Windows 8-on is el fog indulni. Ennyi lett volna, MSI Afterburn, javaslom ezt, kiváló program. Ha a minőségre megyünk és gyönyörű képre, akkor kérem szépen, mi más, mint a Fraps. Fraps beállításaim, ugye 30 FPS-sel rögzítek, mert a YouTube annyival dolgozik. Ha montázsra megyek, akkor 60 FPS-sel rögzítek, hogy minden lassítást tökéletesen fel tudjam bontani minden képkockára, szóval. De ha YouTube-ozunk, akkor 30 FPS-re. Full size-ban szoktam, mert van tárhelyem. Arra viszont, aki full size-ban rögzít, arra számítson, mivel hogy ezek AVI fájlok, széles fájlok, 2,5 perc, 3 perc, több mint 4 GB lesz. Half size-ban lecsökken felére a képfelbontás, és nagyjából olyan 6 perc lesz, 4 GB. Szerintem ez rohadt sok. Tehát ez nagy hátránya a Fraps-nek, hogy iszonyat méretű fájlokat csinál. Szóval a következő dolog pedig szintén hátránya a Fraps-nek, a legnagyobb, visszafogja a gépet nagyon csúnyán. Tehát ezt azoknak javaslom, akiknek erős számítógépe van, mint például, amit én is mostában ugye összeraktam, videó link a leírásban, hogy milyen számítógépen van annak, aki kíváncsi rá. Ezek így elbírják a Fraps-et, azért például egy Battlefield 4-et Fraps-el már nem rögzítenék, mert masszera lenne, olyan szintű FPS csökkenésem lenne. Na, hangbeállítások Fraps-nél, hogyha szeretném, hogy a mikrofont is felvegye, akkor multi-channel record external input, itt a hangsúly record external input, és akkor felveszi a mikrofon hangját is, kérem szépen. Szóval, hogyha force loss lesz, RGB be van kapcsolva, olyan szinten lelassul a gépet, hogy meghalsz. Szóval ennyi lett volna nagyjából a dolog. Itt már semmi extra beállítás nincs, de a
rögzítésnél ezeket a beállításokat javaslom, főleg azoknak, akik YouTube-ra mennek. Na, ennyi lett volna a Fraps, kérem szépen. Szóval most akkor jöjjön a Sony Vegas Pro render beállításaim. Tulajdonképpen keresik meg csak azt a videót, amit én itt beraktam magamnak, ez lenne az jó. Szóval render beállítások Sony Vegas Pro-nál, mint mondtam, hogyha 60 FPS-en rögzítesz, hogyha renderelsz 29-re, némi pixelesedés előfordulhat, illetve hát aki Shadow Player rögzít, amiatt a kódolás miatt is előfordulhat egy kis FPS, illetve bocsánat, pixelesedés, no de no para, ezen folyamatosan javítanak, úgyhogy nincs ebből gond. Miket szoktam én beállítani renderelésnél tulajdonképpen? Első sorban hozzáadok néhány apró tulajdonságot, rámegyünk jobb klik tulajdonságok, és kinyomjuk a Disable Resample című történetet, amit csinál, hogy ez az elmosódást kiveszi a videóból, vagyis a végső renderelésnél nem lesznek elmosódott képek, mondjuk mikor jobbra-balra forgatod a fegyveredet, így aztán szebb képminőséget raksz. Raksz egy pipát a Maintain Aspect Ratio-ra, mert az kinagyítja a képet és elveszi a széles vászonú fekete sávokat tulajdonképpen. Na, ennyit röviden alapjáraton a videó első beállításéknál. Brightness and Contrastot szoktam még rárakni, nekem van egy saját beállításom, mindenki megtalálja magáét, ahogy szereti, mert kicsit élesebb, szebb képet fog ez rakni rá. Color Correctorral szoktam még játszadozni, mi sok-sok kérdezitek, hogy nekem miért olyan szép színesek a játékok, hát ezért. Mert én még videónál rárakok egy kis color correctort, hogy tényleg minden szebb legyen, így aztán a szaturációt gyakorlatilag csak felhúzom másfélre, és már is kész egy színes, szép kis videótörténet, amit még ajánlok előszeretettel a Levels feliratnál, kérem szépen a Studio RGB to Computer RGB című történetet is még jobban ráélesít. Itt nem kell semmit állítani, ez az alapból megvan. Így néz ki, kérem szépen, fullon a teljes történés. Igazából szerintem elég szép képet fogunk tudni kapni, amint látjátok. Na, ennyi lett volna, amiket én beszoktam állítani egy videónál, hogy valami szebb és értelmesebb képet kapjak. Következő renderelés beállítások. MP4 vagy VMB-be szoktam renderelni, mikor hogy, azt el kell, hogy mondjam, hogy a VMB az gyakorlatilag leggyorsabban azt tudja feldolgozni a YouTube, így aztán abban is érdemes legtöbbször renderelni. De, hogyha MP4-ben renderelünk, main concept, főre rájövünk, internet HD, hol vagy? Internet HD, customize template, és akkor ugye beállítjuk, hogy 29 FPS, 1080p, vagy ki mennyiben rögzít, pixel aspect ratio 1 egész megmarad, és itt jön a trükk, kérem szépen, variable bitrate-re állítjuk a dolgokat, és ez a bitrate, ez tulajdonképpen az, hogy milyen bitrate-en szeretnénk, hogyha a renderelés végbe menne, és én javaslom, hogy keressük meg az eredeti forrásfájlt, tulajdonságok, részletek, és bitsebességnél látjátok itt 53 mega, tehát elég magas és szép kép, hogy úgy mondjam, ilyenkor szoktam én fogni, és átállítom a bitrate-et tulajdonképpen mennyi 50-re, és itt az average bitrate-et a felére kell állítani, úgyhogy ilyen 28 körülre állítom. Render CPU only, lehet CUDA-val renderelni, hogyha van kedvetek, én biztos, hogy meg CP-vel nyomom. Audio 48 MHz és 192 kilobit per szekundum. MP4 alapvetően ugye MP4, és Projectnél pedig rányomunk a Video Rendering Quality-nél egy Best-et. Ennyi lett volna az MP4 renderelési beállítások. VMV-nél hogyan renderelünk, kiválasztjuk szépen az 1080p-st, ha nekünk azt tetszik. Itt audionál tulajdonképpen minden jó, videónál viszont kiválasztjuk a 1920-at, ha éppen abban rögzítünk 1080p-be. Fölemeljük 29 NTSC-re az FPS-t, kérem szépen. Ez megmarad 1,33-ban, ez a pixel aspect ratio. Én még itt szoktam a
a Video Smoothness-nél felhúzni 1.95-re, hogy élesebb legyen a kép. Bitrate-nél itt ugye 6.40 mega, elképzelhetetek milyen gyönyörű kép lesz ebből, ezért én azért fölveszem itt tudom én egy 30-ra. Nagyobb fáj lesz, de mai internet sebességgel azt hiszem ez megoldható project. Use best settings, video render quality. Ennyi lenne a nagy a varázs, kérem szépen, már is aztán el lehet indítani a renderelést, és meg is csinálja. Látjátok, el is rontottam egy render settings-et tulajdonképpen. Mit is rontottam el? Tudom, mit rontottam el. Igen, ezt rontottam el. Pixel aspect ratio 1 square-en marad, és akkor lesz jó a történet, amint látjátok. Na most, ennyi lett volna ez a videós rész. Én nagyon köszönöm a figyelmeteket, remélem hasznos adatokkal szolgáltam, illetve megoldásokkal. A következő videóig. Sziasztok!